Munkaterv szerint tartotta ülését a város képviselő testülete április 16-án. Az 5 órás nyilvános ülés után még egy rövid zárt értekezleten vettek részt a képviselők. Az ülés megkezdése után a napirendek kiegészítésére, valamint sorrendmódosításra került sor. Ennek eredményeként a testület nyilvános ülésén 20, míg a zárt ülésen 3 előterjesztés megvitatására került sor. Az első napirendelőt szót kért Újvári Imre képviselő, a Fidesz képviselő csoport vezetője, aki átkívánta adni azt a bizonyságlevelet, amely tanúsítja, hogy Magyarország kormánya átvállalta Tiszafüred több mint 4 milliárd forintos adósságát. A levelet Újvári Imre a tiszafüredi gazdakör megalakulásának 125. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen vette át dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől. Pintér Erika polgármester nem kívánta a bizonyságlevelet átvenni, illetve azt mondta, hogy képviselő úr akár meg is tarthatja. Ilyen előzmények után kezdődött el a testületi ülés. Az első 3 napirendi pont az önkormányzat gazdálkodásáról szóló előterjesztéseket tartalmazta. A 2013. évi válságköltségvetés módosítását, illetve 2 beszámolót a válságköltségvetés végrehajtásáról, valamint a város 2013-as évi gazdálkodásáról. A válságköltségvetés kapcsán folytatódott a korábban megkezdődött vita. Mit tartalmaz a Pintér Erika munkaügyi perében meghozott jogerős ítélet, az adósság konszolidáció során kifizetett szállítói tartozások, és az, hogy a polgármester miért nem vette át a bizonyságlevelet. A képviselők 5. napirendi pontként foglalkoztak a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Által benyújtott több dokumentummal. A társaság ügyvezetője, Hegedűs Gábor részletes tájékoztatást adott a Kft. Legfontosabb feladatairól, terveiről. Ezek között elhangzott, hogy egy megnyert pályázat segítségével új telephelyet kívánnak építeni, amelynek megvásárlására részletfizetési kedvezményt kértek az önkormányzattól. A testület végül egyhangulag támogatta az előterjesztést, azt a pontot is, amely a 15 milliós ingatlan vételárának 3 részletben történő megfizetését tartalmazta. A 8. napirendi pontban a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kérelmet nyújtson be az önkormányzat működő képességének megőrzését szolgáló támogatásra. Erre azért van szükség, mert a 2014. évi költségvetést 224 millió forintos hiánnyal fogadta el a testület. Szociális alapon adható nyári gyermekétkeztetésre önerő nélkül az önkormányzat 166 gyermekre kap támogatást, ezen felül 50%-os hozzájárulással további 60 gyermek étkeztetésére nyújtott be pályázatot az önkormányzat. Ezt követően tárgyalta a testület a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivataltól érkezett felhívást, amelynek tárgya egy hiányosan beküldött jegyzőkönyv volt. Az előterjesztés kapcsán személyeskedésig menő vita bontakozott ki a teremben. Közben szóba került egy másik ügy, amelyben hatósági ellenőrzés, majd utóellenőrzés során a felügyeleti szerv hibát észlelt a hivatal működésében. Újvári Imre javaslatára a testület elfogadott egy határozatot, mely szerint a hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei és a meghozott intézkedések kerüljenek a nyilvánosság elé a város honlapján. 13. napirendi pontként a testület első fordulóban egyhangulag támogatta azt a rendelettervezetet, amely az állattartás vonatkozásában Kócsújfalun úgynevezett védőtávolságokat állapít meg. A kócsújfalui Start munkaprogram keretében kialakított sertéstelep új épületében történő elhelyezéséről, illetve a kiválasztott ingatlan megvásárlásáról döntöttek a képviselők. 2 emléktábla elhelyezéséhez járult hozzá a testület, amelyhez a forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja. A városi sportcsarnok bejáratánál Benedek Gábor, a Lipcsei Elemér sporttelepen lévő székház Szőlősi úti falán
Lipcsei Elemér emléktábláját fogja elhelyezni a minisztérium és a tiszafüredi önkormányzat. Az interpellációk között szó esett a Kismuhi úti garázssor előtt lévő járhatatlan útról, a József Attila és a Damjanics út között lévő átjáróról, az Örvényi és az Ady Endre út között megépült kerékpárút mellé világítás kiépítéséről, az őszi helyhatósági választások körzet határainak módosításáról. A pénzügyi bizottság elnökének felvetésére a testület határozatot hozott arról, hogy május 1-én egy családi nap szervezésére ad megbízást. A helyszín a Morotva kerékpáros pihenőpark lesz. A testület megnevezte a felelősöket, forrást biztosít a szervezéshez, és javaslatot tett a programokra.